Zsúfolásig megtelt pénteken este a Táncsics iskola ötvös téri épületének tornaterme. Az érdeklődőket, szülőket az intézmény vezetője, Rimóczi Gábor köszöntötte, de a köszöntésen túl most szomorú kötelességének is eleget kellett tennie. Elhunyt ugyanis az iskola volt pedagógusa, Arató Istvánné, aki az elmúlt években a csemői általános iskola igazgatója volt. Ráemlékeztek egy perces néma főhajtással. A megemlékezés után kezdődhetett el az az est, amire hónapok óta készülnek pedagógusok és persze a gyerekek. Szeretném megköszönni a gyerekeknek. Képzeljék el, van olyan szereplők, nem is egy, hanem sok. Tegnap este még színházba voltak. Éjfélkor értek haza, jöttek iskolába, 10 órakor lecsavartak egy próbát, és most is fitten, mosolygósan tudnak szerepelni. Óriási teherbírásúak a gyerekek. És természetesen köszönetet mondott kollégáinak, nem csak a pedagógusoknak, mindenkinek, hiszen közös érdem és közös öröm, hogy ez az est létrejöhetett. Az esemény főszervezőjének, Horsik Enikőnek pedig ajándékcsomaggal köszönte meg az erőn felüli munkát. Az estet második alkalommal szervezték meg, akkor, amikor az ötlet megszületett, még nem is gondolták, milyen nagy sikere lesz az ünnepváró estnek. Ez egy pici kezdeményezésnek indult, először a Z-osztályos tanulókkal szerettünk volna egy karácsonyi koncertet adni. Aztán a kollégák annyira lelkesek voltak, és hála nekik, hogy nagyon sok osztály bekapcsolódott, és amit látjátok, most már talán ki is nőttük a helyet, már délelőtt volt egy nyilvános főpróbánk, ahova vendégeket vártuk, de ahogy látjuk, még ez is kevés volt. Tehát, hogyha szeretnénk ezt a hagyományt tovább folytatni, akkor bizony gondolkodnunk kell egy nagyobb helyszínt keresésében. A műsorban közönség elé lépett az összes énekzene tagozatos alsós és felsős osztály, a harmadikos és negyedikes nyelvi tagozatosok, és még az első és harmadik ések is, vagyis az informatikai osztályosok is lelkesen készültek és vettek részt a műsorban. Egy olyan eseményen, amely bevételét pont rájuk, a diákokra fordítják majd. Mivel ez egy alapítványi jótékonysági rendezvény, ugye az iskolánk alapítványának szeretnénk gyűjteni, és mindig valami olyasmiben gondolkodunk, amivel a gyerekek életterét és a mindennapjait tudjuk színesíteni. Nagyon sok tervünk van, de ez még meglepetés. A másfél órás műsorban minden volt, ami az ünnephez kell. Tánc és ének is. Kicsik és nagyok több esetben együtt léptek a közönség elé. Nem egy tanácsom legyen, ha karácsony, nyújtsd a kis ujjat, kérlek. És a Táncsics iskola hagyományait kiemelve most is csodás kórusmű zárta az estet.